Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat, te, ő és ez a kígyó, hiszen a kígyó szimbolizál egy másik nőt. Az lehet a felesége, vagy egy ex kapcsolat, de előfordulhat néhányaknál, hogy az anyukájára, vagy egy kolléganőjére utal. A te jelenlegi helyzetedet itt ámor mutatja, tehát itt szerelemről van szó, és ez most nagyon aktuális nálad. Az ő jelenlegi helyzetét ez a kártya jelenti, mint ahogy az eremit keresi a nyugalmat, ő jelenleg nagyon visszahúzódó, nem beszél a dolgairól, nem mutatja ki az érzelmeit. És most megnézzük a kígyót, mi van nála. Itt figyeli a csillagképeket, az jelentheti azt, hogy foglalkozik asztrológiával, vagy kártyavetéssel, tehát spirituális dolgokkal. De, mint ahogy ez az asztronómus figyeli a csillagokat, ő, ez a kígyó, ugyanúgy figyel benneteket. Visszatérve a te lelki társadra, hogy gondol rád, azt mutatják itt a kártyák. Az első képen látható ez a hölgy, aki téged szimbolizál, tehát gondol rád, és hamarosan jön egy jó hír, az lehet egy szerelmes levél. Itt a gólyák változásokra utalnak. Tehát ez a helyzet, hogy ő jelenleg visszahúzódik, ez megváltozik, hiszen hamarosan jön egy jó hír. Aztán itt a harmadik kártyán megjelenik ez a férfi, aki őt szimbolizál, tehát ő áll itt a középpontban. Lehet, hogy úgy gondolja, jobb lenne, ha te írnál neki, és vár arra, hogy jelentkezz nála, de ha te nem írsz neki, akkor neki kell változtatni a dolgokon, és akkor lépéseket tesz irányukba. Amit itt ez a kártya még jelent, ő szeretné azt, ha elismerést kapna, tehát dicsért őt. A következő kártyák azt mutatják, hogy gondol ő erre a kígyóra, tehát erre a nőre. Itt ez a kislány utalhat gyermekekre. A második kártyán ez az ostor azt jelenti, hogy ő, ez a nő ostorozza őt, ami fáj a te lelki társadnak. Lehet, hogy vannak itt közös gyermekek, és ez a nő kihasználja a helyzetet, és megpróbálja a gyermekek által zsarolni őt, ami fáj neki. Az is lehet, hogy most itt nincs mozgás, és nem látja a gyermekeket. Viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a kislány utalhat újdonságokra, vagy egy új kezdetre, és ez a lovas férfi egy másik férfire, akkor az azt jelenti, hogy ez a nő megcsalta őt, és ez is fájhat neki. Vagy, ahogy még a kártyákat lehet itt elmagyarázni, hogy ez a lovas férfi a mozgásra utal, és ez a hölgy a háttérben, és mint mondtam, ez lehet az anyukája is, vagy egy kolléganő, olyan dolgokat mond neki, ami megbántja őt. Itt vannak fájdalmak, de ő nem védi magát, inkább olyan naív, mint egy kisgyermek. Most megtekintjük azt,
hogy érez irántad. Itt ez a horgony jelenti egyrészt azt, hogy ő nálad le akar horgonyozni, mert érzi a biztonság érzetét. Ez a kép szimbolizálja a reményeket is. Itt ez a kártya középen utal egy szerelmi kapcsolatra, ami jól indul, vagy jó úton megy tovább, és miért szeret téged? Mert egy nagyon kellemes, jó hölgy vagy. És hogy érez a másik hölgy irányában? Ezt is megtekintjük. A középső képen látható ez a hamisság. Ez a nő hamis volt vele szemben. Becsapta őt, vagy hazudozott neki. Emiatt megvolt itt a fejfájása, tehát töprengett így a dolgokon. A harmadik képen látható a bíróság, az lehet vállás, vagy egy bírósági ügy, de szimbolizálja az igazságtalanságokat is. És most megtekintjük azt nálad, hogyan tovább. Hamarosan kapsz egy jó hírt. Az lehet ez a szerelmes levél, hiszen ezt ő tervezi. De ez a levél utalhat szerződésekre is, ugyanúgy, mint ez a horgony jelentheti a munkát, itt lehet munkahelyi változás, és ezzel neked szerencséd lesz. De ez a horgony jelenti azt is, ugyanúgy, mint itt, hogy ő nálad lehorgonyozott, és akkor megvan a biztonság érzete, utal a reményekre is. Itt a felhőben vannak az álmok, a vágyak, a tervek, és ez megvalósul, hiszen itt le fogtok horgonyozni. Ami még várható nálad, az egy ajándék. És hogy alakulnak a kígyó dolgai, azt is megtekintjük. Mind két képen, ugyanúgy, mint itt is, látható a bíróság. Ennél a hölgynél szerepet játszik most a bíróság, az lehet a vállás, vagy valamilyen bírósági per. De a kártyák szimbolizálják az igazságtalanságokat is. És itt megjelenik egy gazdag férfi. Az lehet az ügyvéd, és sok pénzt kap emiatt, a bírósági ügy miatt. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a gazdag férfi támogatja őt, vagy ennél a pernél, vagy a magánéletét illetően. És most megnézzük a lelki társadat, hogy alakulnak nála a dolgok. Itt ezen a képen az érmék láthatóak, illetve ezt szimbolizálja ez a kártya. Az érméknél anyagiakról van szó, tehát ő rendbe teszi az anyagiakat, vagy utalhat a munkájára, itt megvannak a szerződések, minden olyan stabil, amit még az érmék jelentenek, az értékek, te értékes vagy számára, ahogy ez a hölgy itt mutatja. Azon kívül jelentik a föld elemét, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. Tehát ezek az álmok, ezek a vágyak, itt megvalósulnak. Ennél a képnél a kettes szám látható, a két érem itt, és az te vagy, és ő. Itt kialakul egy tartós párkapcsolat, és akkor a kígyó eltávolodik tőletek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám.